kezdődik egy újabb hét, gyerünk az edzőterembe. Gyerünk az edzőterembe? Megyek az edzőterembe, induljunk az edzőterembe. Na beindult a vérkeringésem így hétfő délelőtt. Képzeljétek, van egy jó hírem, aminek én nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon örülök. Szóval mi a jó hír? Hát a jó hír az, hogy immáron, mai napig több mint 200-ra növekedtünk, úgyhogy ennek én nagyon-nagyon örülök. Tényleg nagyon örülök, ez tök jó érzés. Bár igaz, hogy vagy mondtam nektek, hogy már leszoktam arról, hogy nézegessem állandóan ezeket a fel- és leiratkozásokat, de azért néha-néha még rászoktam azért pillantani, hogy hogy áll a csatorna. Van erre külön speciális analitika, de azokban még egyelőre nem merültem bele. Hát ennyi volt a jó hír. Csak hogy lássátok, hogy Makón mennyire meleg szokott lenni. Itt van ez az égázos-dégázos valami. Ez egy picit meg van olvadva itt a falon. Csak ennyire van itt meleg Makón nálunk. Az semmiség. Most szombaton volt a Telekom videós gála. Ezen a videós gálán díjazták a hazai legjobb videótartalomgyártókat, azaz a magyar youtubereket. Olyan nagy nevek voltak ott, mint például a Magyarorsi Csaba. Ő volt egyébként a műsorvezetője ennek az egésznek. Ha jól tudom, akkor őt is jelölték az utazás kategóriába. Továbbá ott volt még Csecse Attila, I Have No Idea Hungary, Danny Channel, de rengeteg kategóriákban volt ilyen díjazás, és rengeteg youtuber vett részt ezen az előadáson. Szeretnék én is részt venni ezen a videós gálán, remélhetőleg, hogy rövidesen találkozhattok velem is ezen a gálán. Ügyes az Arád? Vagy ma nem is vagyok az Arád? Már mit vagyok? Ma nem vagy a mennyasszonyom. Ne gyere már ilyen gyorsan. Évi mióta megtanult hoverboardozni, azóta én nem hoverboardozok. Mindig ellopja. Na, sikerül? Nem biztos. Előre, gyere! Jó van. Kicsit domnak fölfele, nehezebben. A mai napra azt terveztem, hogy bemutatom a hoverboardot, illetve elmondom, hogy mi volt benne a jó, meg mi volt benne a rossz. Úgymond készítek egy értékelő videót a hoverboarddal kapcsolatban, de az igazság, hogy nem úgy jöttek össze a dolgok, mint ahogy terveztem, ezért egy picit csúszni fog ez az értékelő videó. Reméljük, hogy nem sokat. Helyette bemutatom a legőrültebb, legidiótább okostelefon applikációt, ami valaha létezett az applikációk közül. Kezdjük az elsővel! Az első applikáció egy olyan applikáció, annak az volt a funkciója, hogy le tudta mérni, hogy milyen magasra jut fel az okostelefon a levegőbe, fölfele. Na most, hogyha ezt az ember végig gondolja, akkor ez azzal jár, hogy valami úton, módon
magasra felhajítod a telefonodat, és a telefon az hogy fog lejönni? Tehát elkapni nem hiszem, hogy elkapod. Hogy tudja lemérni, hogyha a telefonod ripityára törik, akkor egyébként az applikációnak a neve az a Send Me to Heaven. Ha jól tudom, akkor ezt az applikációt eltávolították az App Store-ból, úgyhogy nem elérhető. És ezzel elérkeztünk a második applikációnkhoz. Hogy kezdem? A lényeg ennek az applikációnak az, hogy van egy kis szenzor, amit a baba pelenkájába beleteszel. Most már itt szerintem megdőlt az egész, hogy a baba pelenkájába beleteszel valamit. Tehát az én nem gondolom, hogy olyan jó vagy okos ötlet lenne beletenni bármit is a baba pelenkájába, a babán kívül. Szóval ez a kis szenzor jelet adott a telefonodra akkor, amikor a baba pisil. Jelet adott a telefonodra ennek az applikációnak, amikor a baba pisil. Amivel éppen még nem volna semmi, de semmi baj. De ez az okos állat, aki ezt az applikációt megtervezte, rakott bele egy olyan funkciót, hogy ki tudod tweetelni a Twitterre. Amikor konkrétan a babát pisil, akkor nyomsz egy gombot és megy a Twitterre, hogy a babát pisil. Kérdem én, ki a érdekel az, hogy mikor pisil a baba? Rajtad kívül. Ne. Egyébként az applikáció neve, nem tudom, hogy még benne van az App Store-ban vagy nem, ez a neve TweetPee. Ez egy nagyon, nagyon okos kis applikáció. Igaz, hogy semmi, de semmi értelme nincsen, tehát egy darab répának több értelme van, ez tényleg esküszöm, egy darab répának több értelme van, mint ennek az applikációnak. Semmit nem tud, azon kívül, hogy meríti az aksidat a telefonba, és ez egy elektromos borotva applikáció. Tehát fogod így a telefonodat és nem borotválja meg az arcodat. Rezegés, berreg, meg úgy, mint egy igazi, csak éppen nem borotválja le a szakálladat. Most képzeld el a haverjaidnak, hey, Gábor, figyelj már, itt az új applikáció, ami olyan, mint egy villanyborotva. Fucking no sense, érted? Tehát nincs, ez azt hiszik, hogy megbolondultál, hogyha ezt használod. És itt a negyedik. Ez egy kicsit bizarr talán nekem, nem is tudom. A lényeg ennek az applikációnak az, hogy a barátnőid, hoppá, figyeld, figyelted? Barátnőid menstruációs ciklusát fel tudod vezetni ebbe az applikációba, és nyomon tudod követni, hogy melyik barátnődnek mikor van mensesze. Egyébként az applikáció neve I am man. Következzen az ötödik. Szoktatok félni? Persze, tudom, persze, hogy szoktatok félni, igazából mindenki fél valamitől. Egy ember nem fél senkitől, az pedig Chuck Norris. Van egy ilyen kis radarképernyő a telefonodon, és járkálsz szobába, vagy az utcán, vagy bárhol, elméletileg megmutatja, hogy van-e közelben szellem. És itt a hatodik legidiótább applikáció. Az utolsó applikáció, amit úgy gondolom, hogy érdemes megemlíteni, nem csinál semmit. Letöltöd, nem csinál semmit. Az applikáció neve I am rich, azaz magyarul gazdag vagyok. Ennek az applikációnak az ára 599,99 penny volt az App Store-ban. Ami a mostani árfolyammal számolva 220 ezer magyar forintnak felelt meg. Hát ennyi lett volna a mai vlog. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ennek a több mint 200 feliratkozónak én teljes szívemből nagyon-nagyon-nagyon örülök. Ez annyira jól esik, illetve olyan motivációt tud nekem, olyan motivációval bír számomra, hogy el sem tudjátok képzelni. Még egyszer köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és találkozunk holnap. Sziasztok!